Sziasztok, DJ Nara vagyok. A mai epizódban Marsalkó Dávid, a.k.a. Dead Money-t hívtam meg. Én Dávidot mikor kb. 4-5 éve találkoztam vele először, a mai napig ugyanolyan, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát kb. 5 éve találkoztam vele a boltban, az egyik boltban forgatta az egyik klipjét. Annyira szeretem ezt benne, hogy nincs elszállva, tényleg mindenkivel leáll beszélgetni, nagyon tisztelettudó, nagy megtiszteltetés, hogy ezt elvállalta. Ugye azt tudni kell, hogy mindenkit a fesztivál szezon közepette hívtam meg, szóval így nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy ezt az egészet elvállalta. És hát igen, a mai adásban Marsalkó Dáviddal, a.k.a. Dead Money, halott pénzzel fogok elbeszélgetni. Tartsatok velünk! Na, Dávid! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elvállaltad ezt a kis beszélgetést. Elég nagyra nőttetek az utóbbi években, és hát ezzel vetetik. Gratulálni szeretnék, mert köszönjük ugye szépen. Én először, amikor találkoztunk, ilyen 5 éve lehetett, nem is emlékszem. Utána még több is. Lehet, hogy 6. 6 éve. Nem tudom, de ilyesmi. És olyan speciál például, igen, azért is szeretlek, mert itt te ugyanolyan maradtál azóta is. Ugye akkor is egy tök közvetlen srác voltál, meg most is. Te mindig is szerettél szerepelni? Kiskorodban is kerested a szereplét? Nem? Nem. Mesélj! Én most se szeretek amúgy. Most se? Nem tudom, tehát nekem ezt nagyon meg kellett így... Az, hogy egyrészt fontosan tanulni a színpadi létet, másrészt meg a szereplés. Úgy mondtad, hogy nálam ez egy ilyen kicsit ilyen ambivalens helyzetből indul ki, hogy én alapvetően ugye egy ilyen mindenféle lelki, meg egyéb identitásból ugye elkezdtem így egy kis szobába kávé tákolgatni a zenéimet, szöveget írni, dalokat összetákolni, stb. És akkor ezt én iszonyatosan élveztem. Én a mai napig egyébként nagyon-nagyon élvezem a... Tehát egy nagyon picit elmegy a mérleg nálam afele, hogy én jobban szeretem, amikor születnek a dalok, amikor az a stúdióban, amikor ötletelek. Én nekem az van abszolút a maximálisan az első helyen, amikor létrejön egy dal. És akkor ezzel nagyjából egy szinten van az, amikor az az élmény, amikor ezt a dalt mondjuk 10 000 ember együtt velünk énekli, és ez a kettő együtt adja ki azt az iszonyatosan jó dolgot, ami tényleg így az embert nagyon feltelti, meg így előre visz, és a színpadi létet, ezt viszont nekem kellett tanulni, mert nagyon sokáig ugye egy szobába létezett a halottpénz. Ugye először elkezdett színpadokra kerülni még ilyen 2008-2009 környékén, akkor még egyedül, meg DJ-vel léptem fel, és bele kellett szoknom megtanulni. Tehát borzasztó félelmeim voltak az elején. Tényleg? És ez hál' Istennek már elmúlt. Úristen, akkor most milyen jó lehet ezt átélni, basszus, hogy így tényleg teltházas koncerteket adtok elő, és mindenki vágja kívülről a szöveget. Hát, de hozzáteszem, hogy így, hogy mondjam, maga biztosabban felmenni a színpadra azért egy ilyen könnyebb már. Ahhoz, hogy most fel tudjuk állni bármelyik nagy színpadra, vagy az arénába, vagy a Budapest Parkba, és meg tudjuk tölteni, ahhoz kellett az a rengeteg mindenféle fellépés, mindenféle szituáció, hogy a tényleg a legrosszabb színpadok van a nulla fénnyel, az elmenő árammal, a megrázó árammal, a mindennel, tehát egy végig kellett menni azon az úton, hogy most az itt tartson ez a dolog. Szóval minden rossz fellépés, úgymond, meg minden nehéz fellépés az azért van, hogy utána legyenek jó. Igen, meg hát így jobban tudod értékelni ezt az egészet, ami most van, mert nem az van, hogy hirtelen jött a siker, hát emögött nagyon sok munka van, meg évek és a rutin. Nem kérhetem azt, hogy bárki, aki bármit, tehát mondjuk ismeri a halottpénzt, hogy eljön akár egy koncertre, vagy véleményt alkot rólunk, az mondjuk így betéve tudja a halottpénz történetét. Tehát, hogy ezt a hosszú és nehéz utat, ahova eljutott, vagy ahonnan indult az egész sztori,
ezt azért, akkor van lehetőség, akkor elmondjuk, aztán utána erről valaki tud, akkor tud, ha nem, akkor meg... De ugye akkor, amikor így elkezdted a dalokat írni, akkor már így megvolt, hogy te is fogod előadni, vagy te is szeretted volna, vagy nem volt benned olyan, hogy valakit keresel, és akkor te leszel a ghostwriter-e? Hát nem tudom, ez is egy ilyen ambivalens dolog, hogy valahogy ezen egyrészt nem is nagyon gondolkodtam, ezen, hogy elkezdtem így csinálni, meg így kitaláltam, hogy jaj, halott pénz, ez lesz a nevem, és ezt, akkor... Ezt az elején már kitaláltad, hogy halott pénz? Hát 2004-ben jött ki, 2004-ben jött ki az első halott pénz dal, az volt a cím, hogy miért kell, és végül öltöztem benne, nagyon dühös voltam, és 2004-ben már én halott pénzként voltam a sztoriban, vagy hát én voltam halott pénz, akkor még csak, és az, hogy most ez így átkerül a színpadra, meg hogyan kerül át a színpadra, ez még akkor így egyáltalán nem volt topik, ez még nagyon sokára jött. Valahogy az egy ilyen kényszerhelyzet volt. Azért egy kicsit úgy arcon csap a valóság egyébként, hogy ott elő kell adni valahogy. És akkor nyilván az meg egy másik dolog, hogy az ember fölkerül az elején, nyilván tök béna, fejlődni kell, rá kell jönni, hogy kell fogni a mikrofont, hogy kell beleszólni. Aztán, hogy nem gerjed. Igen, hogy nyilván a monitorládek, a hangosítás, a technikai dolgok, a színpadi környezet, arra az ember elkezd rájönni. Aztán utána rájön, hogy nem tudom, tényleg hú, mitől kezd el működni egy koncert, egy fellépés, hogyan legyen íve. Valahogy úgy voltam vele, hogy nekem ez annyira önkifejezés az egész halott pénz, hogy így fel sem merült, hogy ne én adjam elő. Aha, aha. Annyival módosult ez, hogy lett ugye a Márk, mint állandó énekes, meg volt előtte a Márk előtt is azért közreműködések, vagy volt valaki, felkértem, hogy énekelje a refrén, de az is nekem, tehát a refrének is, attól, hogy mondjuk nem én éneklem, vagy vendégelőadó van, attól is úgymond az enyém, mert én írom a szöveget, nem tudom, az is az én önkifejezésemnek a része. Túl személyes ahhoz, hogy így háttérbe vonuljak. Aha, de jó, tök jó, hogy így időközben hozzászoktam, mert én is pont ebben a cipőben voltam. Elkezdtem zenélni, és így akkor jöttem el, hogy úristen, hát ez azzal jár, hogy nekem szerepelnem kell, hogy emberek elé kell álljak, és úristen, így remektem, minden bajom volt, de aztán időközben meg hozzászoktam, mert amikor így elkezdtem érezni az embereknek a szeretetét, akkor voltam úgy, hogy ez tök jó. Igen, ott már jó, amikor vannak jó visszajelzések, azért... De addig azért odáig eljutni azért akkor... Amíg eljönnek emberek, tehát egy koncert, és akkor kíváncsiak rád, vagy nem tudom, és akkor... Azért ezek nagy lépcsőfokok. Az elején így az ember így keresi, hogy úristen felmegy, és akkor egy csomó ember így néz rá, hogy ez ki. Az a lenne, igen. Hogy nézel ki? Szar vagy mindenki, ezt mondja, tudod, és akkor te nyomjad nagyon. És azt nyomtad mi? Hát, hogy nyilván muszáj volt nyomni, de hogy ezt abszolút átérzem, mert vagy például, amikor így valamilyen koncert előtt warm-up-olok, tudod, és akkor mindenki a koncertre kíváncsi, rám nem kíváncsiak, és akkor így, tudod, senki nem táncol, és akkor ott állok, mondom, basszus, ez jó. Jó, hát ez mondjuk egy nehéz, ez egy nehéz feladat mindig. Ez egy kicsit azt tudom mondani, hogy nekem az izén vannak ilyen élményeim néha a Szigeten, most egy ilyen, ha jól emlékszem, most ez a negyedik alkalom, hogy a nagy színpadon lépünk föl. Okay. És ott ugye az van, hogy azért már úgy első sorokban bekúsznak azok a nagyon hardcore fanok, akik ugye a főfellépőket vagy a külföldi világsztárokat várják. Igen. Tudod? És akkor így kiszúrom rögtön azokat az arcokat, akik ott vannak, mert várják valamelyik fellépőt. Igen. És akkor tudod így... Itt tök érdekes látni, hogy itt tudod, ilyen úgy nézik, mint a National Geographic-et, tudod, hogy így egy szót se értenek belőle, tudod, így nézik, itt ugrálgatnak, kordibálnak ezek így. De és akkor egyébként érdekes ebből a szempontból, hogy csomószor így tökre motivál, hogy így meggyőzni őket. Igen, hogy élvezzék, meg ilyesmi. És akkor vannak azok a hardcore fanok, akik nem tudom, várják a, nem tudom, utánok, nem tudom, tavaly, de a Sum 41 volt, aha, nem tudom, mit tudod, és akkor így első számnál így tapsolás, így tudod, így tapsol, és akkor mondjuk a hatodik számnál már így tapsol. Mert kezd vele élni. Igen, az jó. De jó. De ez nyilván, ez egy ilyen Sziget Fesztiválon, ez abszolút benne van. És sokszor rappelsz arról, vagy így a szövegeidben benne van, hogy csúfoltak téged kiskorodban? Vagy hogy így voltak ilyenek, vagy kiközösítések, vagy hogy ez hogy? Ez egy érdekes téma egyébként, mert
úgy az identitásomnak nagyon fontos része a külső, meg az, hogy a gyerekkoromban mindig éreztették velem azt, hogy máshogy nézek ki, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy szerintem ezt leginkább azok értik meg, akiket valamiért a külsőségeik, vagy a személyiségük, vagy bármilyen alapon kicsit a gyerekkorában megkülönböztették, vagy éreztették vele, hogy ő más. És ez azért az ember eléggé hatással van. Tehát, hogy kicsit másnak lenni, máshogy gondolkodni, kicsit máshogy kinézni, az nem könnyű. Uh-huh. Az nem könnyű, főleg gyerekkorban, amikor aztán fogalmat sincs, hogy most mi a baj veled, igen. Vagy hogy most te neked ezt miért állandóan ezt éreztetni veled. Úgyhogy ez leginkább szerintem ez a dolog, hogyha ezek így megjelennek egy dalszövegben, vagy akármi, ezekkel szerintem inkább azok tudnak azonosulni, akik egy kicsit kirekesztetve érezték magukat, vagy nem feltétlenül kirekesztetve, de éreztette velük a környezetük, hogy valami más, valami stikket van, tudod. És azért ez az embernek a lelki világát azért eléggé, hogy mondjam, tehát hogy nem az, hogy megtépázza, de alakítja, az biztos, hogy hatással van rá, és akkor nyilván ez emberfüggő is, mert egyébként ez azért nagyon-nagyon veszélyes, mert hogyha egy olyan gyereket talál be ez, aki adott esetben ebből nem tud felállni, vagy nem tud kijönni, az óriási sebeket tud okozni szerintem. Tehát, persze, abszolút. Hogy igen, tehát hogy ez egy érdekes topik, hál' Istennek én ebből előtt tudtam kovácsolni. Ez a jó, igen, ezért is hoztam fel, mert ez azért tényleg nem irigyésre méltó, hanem hogy mondják ezt, tudod, nara nem beszélni magyar néha, hogy ez egy példaértékű dolog, hogy tudsz ezzel foglalkozni, meg így beszélni erről, mert tényleg biztos, hogy nagyon sok ilyen ember van, akivel történt ilyen. Ugye velem is az, hogy félig japán vagyok, az ugye nem pont a Dükivel is beszéltünk erről, mert ugye neki is a volt könnyű vietnámiként Magyarországon. Igen. És hogy igen, ez egy értékelendő, vagy mi értékelhető, vagy hogy mondják? Jó sztori. Jó sztori. Igen, tehát, hogy abszolút egy tök jó dolog. Szerintem ezt abszolút átérzed, vagy átlátod, hogy valahogy azért ez nem egy olyan easy going téma egyébként, sokan gondolják. De valahogy érdekes módon ez például a külsőségekből fakadó ilyen hátrányom addig, amit én megéltem, így akkor, hogy mindenki ezzel csesztetett, vagy amikor rám néztek a többiek, hogy ja, hát neked sose lesz csajod, vagy nem tudom mi. Tudod, akkor ezeket nyilván olyan, most így, nyilván gyerekfejjel azért sokkal durvábbnak hangzik ez az egész. Persze. Meg az emberben a félelmeket, az önbizalmat, nem tudom, azért durván tudja rombolni, meg generálni. De érdekes, hogy így, amikor elkezdtem zenélni, vagy amikor elkezdtek így megjelentem így vizuálisan így a dalokkal együtt, akkor ez valahogy egyébként érdekes módon ilyen előtt jelentett. Könnyen megjegyeztek az emberek, és azért az nyilvánvaló, hogy rengeteg produkcióval, tehát özönlik az emberek fele a mindenféle együttes, az előadók, nem tudom, tehát és ő nehéz, tehát hogy nem egy könnyű feladat, hanem az, hogy megjegyezzék az embert, mondjuk sokan. És ilyen szempontból nekem tök jó, hogy nem kellett semmit kitalálni, tudod, hogy ez a stíló, az a stíló, ez az image, hanem csak így... De ezért is szeretnek ennyien szerintem, mert tudnak veled azonosulni, vagy ezzel az egésszel érted, hogy őszinte vagy. Ez egy érdekes dolog, igen, hogy az élet sokszor balanszba hoz dolgokat. Nagyon, igen. De ez jó hogy végül ez színpadra... Színpadon meg ebben a zenei világban az érdekes módon ez. Igen, de ezáltal, hogy ugye a reflektorfénybe kerültél, így azért sok troll az interneten, meg hát igen, a social médiában gondolom azért betalálnak, nem? Nagyon, nagyon sok rossz akaró. Főleg így arc nélkül, meg aztán akkor a szája van mindenkinek, és nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Biztos van neked is ilyen, nem? Vagy nektek is, hogy betalálnak ilyenek, vagy nincs nagyon, vagy... Nyilván vannak rossz kommentek, ez elkerülhetetlen. Megmondom őszintén, hogy ez egy jó pár éve benne mozgunk ebbe az egész világba, és én azt figyeltem meg ebbe a témában nagyon, hogy az elmúlt pár évben
valahogy a komment kultúra sokkal inkább troll kultúra lett, mint valódi komment kultúra. Igen. Tehát, hogy egy normális, átgondolt véleményt, ez szinte már ritkán találni. Azért általában próbálom a helyén kezelni a dolgokat, de azt gondolom, hogy ami fontos, szerintem az a saját felületeiden, hogy milyenek a visszajelzések. Nem annyira szoktam összeomlani, hogyha jönnek rossz kommentek, ez együtt jár ezzel a dologgal, ezzel nem igazán lehet mit csinálni. A like-unlike arány szerintem, hogyha jó, alapvetően, hogyha elégedett fel az ember, akkor az általában számomra is fontosabb. Ezt nem is értem igazából egy csomószor a negatív vagy a bántó jellegű kommenteket, mert ha valami például nekem nem tetszik, vagy nem érint meg, akkor egyszerűen tovább lépek, vagy más nézem. Köszönöm szépen, igen. Tudom, tehát, hogy én nem gondolom, hogy itt nekem oda kéne írnom bárhova, hogy de szar vagy. Igen. Hát akkor nem hallgatom. Igen. És hallgatok olyat, amit tetszik. Hát, hogy igazából... Igen. Te mindig is hip-hopot hallgattál? Tehát az volt így a fő? Vagyis hát, hogy mint rapper ugye azért. Klasszikus értelemben nem tartom magamat rappernek. Aha. Én alapvetően én nagyon-nagyon kedvelem egyrészt a rapzenét, másrészt a hip-hop kultúrát, nagyon-nagyon közel áll hozzám, már gyerekkoromtól kezdve nekem egyébként az első szám, a mai napig emlékszem, a Chris Cross-tel a Jump volt. Emlékszem a pillanatra, hogy nézem, és így, úristen, mi ez, és annyira hát tetszik, és így, igen, az egész valahogy akkor úgy megfogott, és nekem emlékszem, hogy így onnan kezdett el nagyon érdekelni. De nem vagyok egy ilyen klasszikus rapparc, nekem az, hogy elkezdtem beszélni, úgymond, vagy rappelni, vagy akármi, ez főleg ilyen önkifejezés volt, hogy azért is állt hozzám közel mindig az egész hip-hop világ, a hip-hop kultúra, mert ez a semmiből valamit csinál. Aha. És nekem nem voltak eszközeim, nem volt semmim. Tehát nem az volt, hogy akkor itt van a 8 midi szinti, meg a nem tudom, elmegyek a zongora tanárhoz, meg akkor majd szépen elkezdem összerakni a zenekart. Minden gyűzeten csináltam a zenéket. A 2013-os lemezt, ami két fonogram díjat kapott egyébként, meg azt is minden gyűzeten raktam össze. Sokáig senki nem gondolta, hogy ebből bármi lesz. Csinálgattam a dolgaimat, mutogattam embereknek, minden menedzser elhajtott. És akkor így valahogy tákolgattam mindent, úgy próbáltam így összerakni, és akkor ez valahogy mindig így a lelkemet összekötötte ezzel a világgal. Figyelgetem régóta a rapzenét, vannak olyan részei, amit kevésbé szeretek, vannak olyan részei, amit nagyon szeretek. Szóval ez egy ilyen dolog, de alapvetően sokféle zenét hallgattam mindig. Tehát a gyerekkoromban például a rockzene, vagy a 70-es évek rock'n'roll, az abszolút ilyen meghatározó tényező volt ezt otthonról. A trapről mi a véleménye? Tehát a trap, mint az újfajta ugye rap. Ha hip-hopnak nevezem a mostani trapet, akkor mindig lecsesztek, hogy hát ez már nem hip-hop, mert hát a hip-hop az egy összetett, tudod, négy elemből álló dolog. Breakdance, graffiti, DJ-zés, MC. És hogy ugye tök más lett az egész. Hát figyelj, nem tudom, én alapvetően elég nyitottan állok a dolgokhoz. Ha megnézzük akár a hip-hopot, vagy tényleg csak a zenei részről beszélünk, a rap részéről, azért mindig nagyon változott. Tehát hogyha megnézed, hogy mondjuk a 70-es évek végén van, a 80-as években, a 90-es években, a 2000-es években, mindig más volt. És szerintem pont ez az iszonyat nagy ereje a rapzenének, hogy folyamatosan változik. Mivel maga az egész műfajnak szerintem a lényege az, hogy a társadalmat valamilyen szempontból jelképezze, vagy egy lenyomata az aktuális társadalmi fuvallatoknak. Ezért természetes, hogy egy állandó változáson megy keresztül. Nem vagyok egy ilyen nagy trap arc. Vannak olyan vonalak, amiket szeretek, és vannak olyan, amiket kevésbé. Tehát mondjuk egy ilyen migózós vonalat egyáltalán nem szeretek, vagy így nem áll hozzám közel. De mondjuk vannak olyan Travis Scott számok, amiket viszont tökre szeretek. Magyarországon is már vannak képviselői, amiket például tökre bírok. Szóval nem gondolom, hogy ez pont olyan lenne, hogy arra, hogy mondjuk trap, és akkor én egyértelműen tudnék bármilyen választ adni, mert azon belül is rengeteg féle van.
Tehát, hogy mondjuk, hogy igen, a 90-es évek, igen, voltak tök jó dolgok, meg voltak tök szarok, és szerintem ez nem változott. Önmagában egyébként a zene a kornak egyfajta lenyomata, ezért teljesen normális, hogy ez organikusan változik, és teljesen normális, hogy nem lehet olyan a repzene 2019-ben, mint 2003-ban, vagy visszamegyek 93-ban, vagy 84-ben. Mm-hmm. Nem lehet. Ez pont olyan, mint hogy 70-es évek rock'n'rollt akarsz csinálni. 2019-ben. Az a feeling, ami akkor ott volt, az az életfelfogás, a nem tudom, a háború ellenesség, a hippi korszak, a mindenféle olyan változások, a társadalmi berögzülések elleni harcok, azok mind azt hozták létre, hogy a zene olyan lett, amilyen. Ez most egy teljesen más jellegű kort élünk, és máshogy gondolkodnak a 15 évesek, mint 30 évvel ezelőtt. Mm. Nem úgy mondom, hogy ezt annyira ismerném, de szerintem ez teljesen normális, hogy változnak a dolgok. Mi az, ami felbassz? Fú, hát elég sok minden. Csak minden? Na sorolj! Egyébként az igazság, hogy azért viszonylag így ilyen nyugodt természetű ember vagyok. Mm. Szóval nehéz igazán felidegesíteni. Vannak olyan dolgok, amik inkább azt mondanám, hogy zavarnak. Leginkább egyébként egy csomószor engem az zavar, és ez lehet, hogy ilyenkor kijön belőlem így a pécsi, meg a vidéki, de hogy Budapesten valahogy annyira zavar, hogy ilyen eszméletlen türelmetlenek egymással az emberek, hogy nem tudom, hogyha rögtön, ahogy sárga nem vált és nem indulsz el kocsival, már dudálnak, hogy tényleg az, hogy türelmetlen az, hogy mondjuk egy idős néni megy át a zebrán, és rádudálnak, hogy menjél már, nem tudom, tehát hogy engem egy kicsit ez felszokott egyébként bosszantani, hogy az emberek eszméletlenül nem toleránsak és nem türelmesek egymással. Mm-hmm. Aztán, ami nagyon-nagyon fejdőít, hogyha van egy csávó mondjuk, és ilyen nagyon bunkó van őkkel, tehát hogy nincs bennük semmiféle olyan arra törekvés, vagy tisztelet, vagy akármi, vannak ilyenek, és az engem nagyon csomószor így nagyon felidegesít, hogy így, nem tudom, nem enged előre egy lányt, nem tudom, de ilyen apróságok. Igen, igen, apróságok, de hogy azért mégis, igen. Az ember egy odafigyeljen, igen. Hát igen, kéne. A dalokból is, a pénzdalokból is látszik, vagy hallatszódik, hogy engem nagyon-nagyon érdekelnek az emberi kapcsolatok. Aha. És az emberi kapcsolatok, meg az általános létezés, ilyen, főleg ilyen filozófia, ezek nagyon érdekelnek engem, pszichológia, filozófia, ezek a részek, és nyilván ezek a témák, vagy az emberi kapcsolatok, az egy nagyon meghatározó abban a halott pénzdalokban. Az, hogy valaki, nem tudom, buta, vagy ilyesmi, az kevésbé, mint amikor vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen ilyen szinte fájdalmat tudnak okozni azzal, hogyha egyszerűen semmiből veszik a másikat. Szóval. Igen, mert a mai napig nagyon kedves vagy mindenkivel. Emlékszem, amikor parkban voltunk, és akkor onnan átmentünk együtt a hajóra, a Juvi City-re, a Jumóék, az emlékszel. Jó, de jó volt, igen. És akkor ott volt, hogy megálltunk a dohányboltban, mert te is gondolom, hogyha iszol, akkor néha cigizel. Igen. Én is ugye így voltam ezzel, és akkor beszaladtunk, vettük egy-egy doboz cigit, mindegy, sétáltunk le a hajóra, és akkor ott voltak srácok, akiknek cigi kellett, és akkor te fogtad, azt odaadtad a doboz cigidet, és akkor ott álltam, mondom, basszus, annyira durva, hogy te a mai napig ilyen kedves vagy az emberekkel. Ez érdekes, hogy emlékszel erre. Erre nagyon, az nagyon megmaradt, és akkor is így az volt bennem, hogy basszus, te tényleg egy olyan vagy, aki nem változott, ettől is emberi valaki, hogy ilyen kedves tud maradni. Hát köszönjük, meg örülök, hogyha ezek így megragadtak benned. Nem tudom, ez nyilván személyiség dolog is, meg az, hogy mondjuk mindig valahogy nálunk így nagyon alázatra levelt az, hogy mind a két ágon nálunk azért igen kemény élete volt a nagyszüleimnek, és az én szüleimnek sem volt könnyű egyáltalán. Én valahogy már az elejét gyerekkoromtól kezdve volt egy ilyen alázatra nevelés nálunk. Tehát, hogy nagyon fontos, mert nagyon jó dolog. Igen, tehát a nagyszüleim történetei, a szüleim története, Ezek alapvetően azért mindig egyrészt arra sarkaltak, hogy mindig legyek nagyon tevékeny, tehát hogy az, hogy nagyon-nagyon sokat kell dolgozni és tenni az életben, az nálunk alapvető volt. Uh-huh. A nagyszüleim, például anyukám ágán 9 évig voltak a Gulágon, Szibériába elvitték őket, mert sváb származások voltak, és
több gyereket elveszítettek ott. Mm. Föltették őket egy hátra Szibériába, elvitték őket, visszahozták, és teljesen üres zsebbel, lyukasseggel indultak neki az életnek. És ez már felnőtt korú volt. Szív. És soha utána bányász lett a nagyapám, meg mindig próbáltak dolgozni mindenki fel. A másik ágon is nagyon-nagyon-nagyon nehéz sorsú, nullából építkezés volt teljesen. Nyilván vannak nehézségek, meg nyilván nem mindig könnyű. De egy csomószor én erre gondolok, hogy nekik ahhoz képest milyen nehéz volt, és ahhoz képest azokkal a problémákkal, amivel csomószor mi küzdünk, az azért nem gondolom, hogy lehetetlen. Tehát ez mi ahhoz képest, mint hogy elvisznek, feltesznek egy vonatra és elküldenek Szibériába egy munkatáborra. Tehát ahhoz képest, hál' Istennek, teljesen más jellegű problémákkal küzdünk. Na mindegy, ezt már fogalmam sincs, hogy miért kezdtem el, de alapvetően lehet, hogy ez ebből is fakad az, hogy hát azt mondja, hogy alapvetően tisztelettudó vagy, igen. Odafigyelek ezekre a dolgokra, igen. Ezt most még tök sok mindenről tudnék beszélni, de ezt nem fogom tudni összevalgatni, szóval hát nagyon szépen köszönöm, Dávid. Köszönöm szépen. Ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot mondtál, meg így tele megtisztelő volt így beszélgetni veled ezekről a dolgokról, meghallgatni ezeket, szóval köszönöm szépen. Köszönöm. Ti már csatlakozzatok vele közelebb is. Sziasztok. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record.